Hit és kételj, hit és hitetlenség kéz a kézben járnak minden korban. A krízisek és hullámvölgyek az egyház hitét nem csak megtépázták, hanem sokszor illúzió rombolónak is bizonyultak, mert egy-egy eretnekség, az egyház testén jelentkező betegség tünet jó volt arra, hogy a fogalmaink tisztázódjanak, hogy a hitünk tisztuljon és mélyüljön, az igaz tanítások kifejlődjenek az egyházban. Ezért kellett mindig a kételkedés. Az apostolok tehát találkoztak a feltámadt Jézussal, és ezekből a találkozásokból született meg bennük a felismerés, a feltámadás hite. Az, hogy Jézus valóban feltámadt, és mi is feltámadunk. Az olasz filmrendező Zeffirelli Jézus filmjében Zera farizeus megjelenik az üres sír bejáratán, és ezt mondja, ez az, amitől féltem. Ez az igazi kezdet. Tulajdonképpen most kezdődik el minden. Igen, testvéreim, Jézus feltámadásával új élet kezdődik a Földön. És bármennyire kockázatos és valószínűtlen hinni a feltámadt Jézusban, mégis ezt a hit teheti egyedül boldoggá az embert. Jézus feltámadása a mi feltámadásunk is. A feltámadott közösségért ma sem csak azok tartoznak, akiknek nincsenek hitbeli kételjei. Sokkal inkább azok, akik felhagytak naív ábrányaikkal, és nincstelenségben nem hamis déli bábokat kergetnek, nem a test, a hatalom és a gazdagság imádásába menekülnek, hanem talán tékozló fiúként, talán épp a halál kapujában, végső szegénységükben megtapasztalták Isten gyógyító, feltámasztó szeretetét. Jézus nem csak Tamáshoz volt türelmes és nagylelkű, hanem hozzánk is az. Minden kor kételkedő emberének szelíden feltárja a sebeit, és mondja, jöjj, nézd és lásd.